Sokat bosszankodtam régebben azon, hogy jó páran ott hagyják a kutyájuk szarát a kutyafuttatóban, meg felengedik a kutyájukat a padokra, és akkor tiszta mocsok a pad, nem lehet ráülni, meg engedik a kutyának, hogy gödröket ássanak, és akkor ott abban kibicsakolhat a kutyáknak a lába, embereknek a lába, meg hát egyáltalán nem lehet egy idő után már használni a kutyafuttatót, mert hát teli lenne gödörrel, és van is itt az egyik város részben olyan kutyafuttató, hogy teljesen használhatatlanná vált, mert ilyen fél méteres gödrök vannak benne. Szóval ez a három dolog engem, pontosabban a lelkemet idegesítette, dühítette, hogy hát hogy lehetnek ilyenek ezek az emberek. És most pedig már egyszerűen azt csinálom, hogy nem dühít. És ezt azért mondom el, hogy te is hozzáállhatsz így a dolgokhoz. Tehát teljesen nyugodtan, sőt most már mosolyogva szedem föl másoknak a kutyájának a kakiát. Miért szedem föl? Hát azért, hogy tiszta legyen a kutyafuttató. Egyrészt nem szeretek mocsokban élni, akár az egy közterület, akár a saját szobám. Bár, hogyha valaki benéz a szobámba, akkor lehet, hogy ő szerinte rendetlenség és kosz van. Hát minden viszonylagos. Mindig mindent ugyanoda teszek, szóval mindennek van egy helye. De hogyha egy idegen belenéz ebbe a szobába, lehet, hogy az ő számára rendetlenség. Na mindegy. Én sose szoktam semmit se keresni, ellentétben a család női tagjaival, akik mindig keresnek mindent, mert sose tudják, hogy mit hova tettek. Szerintem sokkal egyszerűbb mindig ugyanoda tenni mindent. Na, de visszatérve, tehát lehet úgy is élni, hogy végig bosszankodjuk az inkarnációnkat, meg végig dühöngjük. Meg lehet ugyanazt megcsinálni, mosolyogva is, meg nyugodtan, vidáman. Most már azt csinálom, hogy erőltettek egy kis nevetést a nap elején, fel is írtam magamnak, és próbált ki, érdemes. Főleg, hogyha rossz kedvünk van, akkor nagyon hatékony, hogy erőltetjük, hogy nevessünk. Gyakorlat teszi a mestert, és a nevetés egy csodálatos öngyógyító folyamat, egy speciális légzés, ugyanaz, mint az okogás közbeni légzés, mind a kettő nagyon hasznos és nagyon gyógyító testileg és lelkileg is. Tehát a legnagyobb hülyeség visszafojtani a sírást, az okogást, tüsszentést, hát ugye az is egy természetes tisztító folyamata a szervezetnek, mégis van, aki visszafojtja, és jó pár ilyen csodálatos öntisztító, öngyógyító folyamata van a szervezetünknek, amit érdemes kihasználni, engedni, másrészt pedig időnként még erőltetni is, és például anélkül, hogy valami vidám dolgot látnánk, hallanánk, próbáljunk elmosolyodni, engedjük azt, hogy elmosolyodjunk. Azt nem kell erőltetni, mint a nevetést, egyszerűen csak próbáljuk azt, hogy engedjük. Próbálgasd. És vidámabbá, boldogabbá teszi a napunkat. A nevetés kifejezetten stressz oldó, feszültség oldó.
És hát, hogyha egy nehéz élethelyzetben vagyunk, vagy egy nehéz munkát végzünk éppen, akkor ez egyből így úgy érzed, úgy érezzük, mintha így levenné a terhet a vállunkról. Tehát egyből így megkönnyebbülünk. Hát ugye a test úgy érzi magát, ahogy a lélek érzi. Az pedig, hogy a lélek hogy érzi magát, ezt pedig nagyban befolyásolhatjuk, megváltoztathatjuk, például ilyen módszerekkel, hogy nevetünk egyet, mosolygunk egyet, akár megnézzünk valami vicces videót, vagy elolvasunk egy viccet, vagy megkérjük az ismerősünket, hogy mondjon pár viccet, vagy mi mesélünk valakinek vicceket. Ugye, tehát ez egy csodálatos dolog, hogyha vidámak akarunk lenni, boldogok akarunk lenni, akkor tegyünk boldoggá másokat, tegyünk vidámmá másokat. Hogyha azt akarjuk, hogy tehát szeretetre vágyunk, akkor szeressünk másokat. És a szeretet az bennünk lesz, ugye, bennünk ébred fel, tehát úgymond szeretethez jutunk, idézőjelben, csak nem kívülről, hanem belülről. Szóval, visszatérve a kutyafuttatóhoz, tehát szépen, nyugodtan, időnként még mosolyogva is tisztítom le a padokat, amiket nem én koszoltam össze, temettem be a lyukakat, amiket nem az én kutyáim ástak, mert én nem engedem meg nekik, és szedem fel a rengeteg kutyaszart, amit mások hagynak ott, és mindenhez hozzá lehet szokni, mindent meg lehet szokni. Tehát fürdettem már meg az Alzheimer kóros édesapámat, meg mostam le csupa szar WC-t, meg mindenfélét. Amiről korábban azt gondoltam volna, hogy én soha nem tudnám ezt megcsinálni. És meg tudjuk csinálni. Hogyha még nem volt gyermeked, akkor elárulom, hogy a gyermek kakinál büdösebb dolog nincs a föld bolygón egyszerűen. Úgyhogy, stb. Akik gyermeket vállalnak. Egy pszichológus ismerősöm mondta, hogy a 95%-uk, ha tudná, hogy mire vállalkozik, hogy mivel jár a gyermeknevelés, akkor nem vállalna gyermeket. Hát de egyébként én is úgy vállaltam be a második kutyámat, hogy nem tudtam milyen az, hogy például egyszerre két kutyát sétáltatni, sokkal-sokkal nehezebb, mint egyet. A harmadikat is bevállaltam, pedig igazából már az elsőre sem volt fizikai erőm, hát aztán lett. Szóval ez egy olyan dolog, hogy van egy elképzelésünk arról, hogy mennyit bírunk. Én mielőtt bevállaltam az első kutyámat, előtte fél évvel, egy évvel olyan fizikai állapotban volt ez a fizikai testem, hogy mire felértem az első emeletre, háromszor, négyszer meg kellett állnom a lépcsőn, annyira fájt a lábam. És így 5-10 percig bírtam menni folyamatosan, tehát 5-10 perc után már annyira fájt, hogy le kellett ülnöm valahova, tehát vagy padra, vagy akárhova az utcán, volt olyan, hogy a fűbe ültem le egy parkban, mert egyszerűen nem bírtam tovább menni. Szóval, és akkor valamelyest javult ez a fizikai állapota ennek a testemnek,
Gondolom, hogy a rejkizés és fénymeditálás következtében. Na, visszatérve, tehát ez úgy van, hogy amennyit gondolunk magunkról, testünkről, lelkünkről, hogy mennyit bír, annál igazából sokkal-sokkal többet bír. Csak hajlamosak vagyunk kibúvókat keresni. Szóval mindenfélével elhitetjük magunkat, csak hogy ne kelljen akár többet vállalni, vagy többet megcsinálni. Mi a bizonyíték erre? Hát például az, hogy a koncentrációs táborokban senki sem volt náthás. Pedig egy szál ruhában voltak télen is. Próbáld ki, hogy egy szál ruhába kimész, ez mínusz 10 fokba. Nem az, hogy éjjel-nappal abban lenni, érted? Egy szál ruhában, és hát gondolhatjuk, hogy mennyit kaptak enni, tehát gondolom, hogy egy szelet kenyeret, meg vizet, aztán kész. Egész évben. És mégsem voltak náthásak. Ugye? És akkor a orvosi egyetemen pedig megtanulják az emberek, hogy milyen rengeteg sok vitaminra van szükséged, meg mindenféle dologra, ugye, hogy ilyet egyél, olyat egyél, amolyat ne egyél, mert különben, hát természetes, hogy mindenféle betegsége lesz az embernek. Most akkor a gyakorlat miért nem ezt mutatja? Ha pedig nem ezt mutatja a gyakorlat, akkor miért ezt tanítják az egyetemen? De most akármelyik egyetemet mondhatnám, vagy akármilyen természettudományos szakot, mert mindegyiknek a nagy része hazugság, amit tanítanak. Na mindegy. És hát az a durva, hogy tapasztaljuk az életben, hogy nem működik. Nem működnek a gyógyszerek, nem működik a nyugati orvoslás, és mégis sokan még mindig ugyanúgy szedi a tizedik gyógyszert, meg jár ugyanahoz az orvoshoz, aki nem tud rajta segíteni. Érted? Mert a teljességből csak a fizikai dimenziót és csak a fizikai dolgokat nézik. Hát ez olyan dolog, mint hogyha mondjuk valakinek az autója elromlana, elvinni egy autószerelőhöz, aki csak a gumikkal foglalkozna, csak a kerekekkel foglalkozna, érted? És akkor próbálja javítgatni, így úgy, amúgy nem javul meg az autó, de a hülye ember milyen? Újra és újra olyan autószerelőhöz vinni az autóját, amelyik csak a kerekekkel foglalkozik. Na, ilyen a nyugati orvoslás. Na, zárójel bezárva. Szóval sokkal többet bírunk, mint amennyit gondolnánk. Ezt akkor is tapasztaltam, amikor elköltöztem az ország másik végébe, és ez mikor is volt, 2-3 éve. Hát, tehát ugyanígy nehezen tudtam felmenni az első emeletre is. És akkor elköltöztem az ország másik végébe, ott egy albérletbe beköltöztem, onnan egy másfél hét múlva el kellett költözni egy másik albérletbe. Egy lányjal éltem akkor ott együtt, és hát nekem alig volt cuccom, de hát neki egy teljes lakásnyi cucca volt. És hát az egészet hát kellett költöztetni egy másik albérletbe. Tehát a második emeletről levinni a teherautóba, és a teherautó elvitte a másik helyre cuccokat, és ott meg felvinni a harmadik emeletre. Na hát én ezt, ha valaki megkérdezi, hogy bírnám-e, kapásból azt mondtam volna, hogy ez lehetetlen, hogy én ezt meg tudom csinálni, és ott meg megcsináltam. Hát iszonyatos fájdalmak közepette, de megcsináltam. Közben fénymeditáltam, meg mindent, amit tehát ilyenkor szerintem mindenki
imádkozik, vagy valamit csinál, tehát akár materialista, akármilyen vallású, vagy spirituális. Tehát saját szavaival, legalábbis én azokkal. De végül is, ha elolvassátok például az Erőltetett menet című versét Radnóti Miklósnak, meg utána néztek, hogy azt milyen körülmények között írta, akkor az igazából mindent így összefoglal, hogyha valaki érti, hogy miről van benne szó, vagyis hát, hogy mit akar kifejezni. Na, visszatérve a kutyafuttatóra. Szóval régebben mérges voltam ezekre az emberekre, akik így nem törődnek a dolgokkal, ott hagyják a szart, a gödröt, a mocskossá teszik a padot, stb. Ki is írtam nekik a kutyafuttatóra, kiragasztottam egy papírt, amiben hát azt írtam, hogy eddig mindig összeszedtem a kutyaszart, amit ott hagytatok helyettetek, betemettem a lyukakat, amit ugye kutyáitok ástak, meg letisztítottam a padot, amit a kutyáitok mászkált össze. Ezután nem fogom. Kíváncsi vagyok, mennyi idő alatt teszitek használhatatlanná a kutyafuttatót, ti teremtés koronái. És hát egy picit bíztam abban, hogy ez elgondolkodtatja őket, hogy tényleg most gondolom, hogy intelligens lényeknek tartják magukat, mégis tönkreteszik a saját környezetüket, tönkreteszik azt, amit ők használnak, és elvileg az ő érdekük is, hogy használható maradjon, de még azt is tönkreteszik. Tehát ilyen barbár dolgot egyszerűen az állatok nem csinálnak. És akkor mégis sokan tényleg abban a hitben élnek, hogy a földi ember az a teremtés koronája. Hát, hogyha lett volna teremtés, akkor ez lenne a legalja, ez lenne a selejt, tehát ez lenne az a nap, amikor viccesen úgy írtam egyik ismerősömnek, hogy lehet, hogy be volt rúgva Isten ezen a napon, hatodik napon, amikor az ember teremtette. Tehát ugye a Biblia szerint hatodik napon teremtette a földi embert. Az nincsen benne a Bibliában, hogy a többi százmilliárdszor százmilliárd bolygóra, amikor teremtette az ottani lényeket, na mindegy. A Földön ennek a civilizációnak és ezeknek a fajoknak, amik itt vannak, amiket úgy telepítettek ide be, egyrészt, másrészt ez egy kísérleti telep. Itt ugyanúgy például kereszteztek is fajokat kísérletképpen, mint ahogy az emberek laboratóriumokban a baktériumokkal, meg a mit tudom én, egerekkel kísérleteznek. Mint ahogy most is rengeteg sokféle lény él itt, emberi fajból is legalább 10 féle emberfaj, és még vannak olyanok, amikről nem is tud a köznép, vagy hogy mondjam. Tehát olyan emberfajok is élnek itt, elzárva, és maguk közé nem beengedve senkit, így hát ugye nincs, tehát nem ez van a híradóban, hogy egy 3 méter magas ember mászkált az utcán, és akkor ki lehet ő, mert ők így elzárva élnek, stb. De hát, hogyha egymás mellé állítasz egy nigériait, egy busmant, egy eszkimót, egy kínait, egy németet, egy olaszt, stb., akkor láthatod, hogy ez nem egy faj. Egyszerűen még az arc koponya szerkezetük is más, a
magasságuk is teljesen más, az átlagos magasságuk, a bőrszínük is teljesen más, a gondolkodásuk is teljesen más, kultúrájuk is teljesen más. Tehát ez nem egy faj. Na. Hú, jól elkanyarodtam a témától. Kutyafuttató. Hogy mondjam, lehet úgy élni, hogy tényleg bosszankodunk, meg ítélkezünk mások fölött, de lehet úgy is, hogy akár mások helyett felszedjük a kutyaszart mosolyogva, és örülünk annak, hogy nekünk ez nem probléma. A másik lénynek, aki úgy látszik még a fejlődés, vagy hogy is mondjam, magához térés útján még hátrább áll, és ő neki problémát jelent felszedni. Úgyhogy aki fejlettebb, az szedje föl. Akinek nem probléma.